a nap is ébredez. Itt a perc, hogy felnyisd már szemed. Ébred kicsi álmodó, érezd, hogy felkelni jó. Kelj fel, rád vár most a dzsungel. A dzsungel könyve. Reggel csóra szép svidál. Minden nappal vár. Kipling regényéből írta Lally Hartstein. Hald az állatok zaját. Hogyha beszélj, jöv, bújj el. Nehogy bajod essen, ez a dzsungel. A majmok fürgén másznak fel a fák. Egy nagy madár láss fenn az égen szár. Oroszlán és párducok, a vadon mélyén farkasok. Kelj fel, rád vár most a dzsungel. A dzsungel reggel csóra szép s vidát. Minden nappal vár egy új csodát. Érezd pegő ritmusát, hald az állatok zaját. Hogyha veszély, jöv, bújj el. Nehogy bajod essen, ez a dzsungel. Csóra szép s vidám. Minden nappal vár egy új csodát. Érezd pergő ritmusát, hall az állatok zaját. Hogyha veszély, jöv, bújj el. Nehogy bajod essen, ez a dzsungel. Ébresztő, kis farkasaim! Itt az ideje, hogy felkeljetek. Új nap kezdődött, és sok a tennivaló. Ébresztő, fiaim, mindenki fel! A hasatokra süt a nap! Jaj! Mit jelent az, hogy a hasatokra süt a nap? Nem tudom, de az nem lehet, hogy rásüt, amikor rajta fekszem. Éhes vagyok! Te mindig éhes vagy? Ó, farkaskák! Van itt valaki? Vajon ki lehet az ilyen hajnalok hajnalán? Na, mit gondolsz? Jó reggel, Tabaki! Miben segíthetünk? Ó, nem segítségért jöttem! Csak szeretnék jó reggelt kívánni! Vagy ha netán véletlenül van egy kis csontocska vagy morzsa, ami nektek már nem kell, de nekem megfelelne reggelire! Nos, Tabaki, valóban maradt néhány csont a tegnap esti vacsorából. De tényleg nem több. Köszönöm, barátaim! A csont is nagyon megfelel! Egy ilyen sakálnak, mint a Baki, a csont mindig megfelel. Talán saját magadnak akartad félretenni? Elég volt, fiúk. Ha verekedni akartok, tudjátok, hova menjetek. Gyorsan, menjetek ki, mindannyian. Rajta! Egyszerűen csodálatos ez a csont, barátaim. Köszönöm. Gondolom, már fületekbe jutott a hír. Hír? Miféle hír, Tabaki? Sirkánról. Bizonyára hallottátok. Ne játsz már velünk, te sakál. Ki vele? Sirkán visszatért. Vajon mit akarhat errefelé az a béna öreg tigris? Ne becsüld le ilyen könnyen Sirkánt, uram. Lehet, hogy béna, lehet, hogy öreg, de ugyanakkor ravasz és kegyetlen is. Ha valóban visszatért a dzsungelnek erre a vidékére, van okunk az aggodalomra. Nem csak, hogy visszatért, azért jött, hogy vadásszon. Ez a környék a farkasok földje. Sirkánnak itt nincs joga vadászni. Nem csak, hogy visszatért, hogy a farkasok földjén vadásszon, de egy igen különleges zsákmányra vadászik. Milyen különleges zsákmányra? Ó, talán nem helyes, ha elárulom. Tabaki! Sirkán emberre vadászik. Emberre? Az embervadászatot tiltják a dzsungel törvényei. Ó, rosszat sejtek. Ha egy állat emberre vadászik, a többi ember ide jön megbosszulni, és csak bajt hoz mindenki fejére. A feleségemnek igaza van. Mióta vadászik Sirkán ezen a környéken, Tabaki? És hol van most? Hogy mióta? Sajnos nem tudom. Csak annyit tudok, hogy éppen a favágók tábora körül ólálkodik, nem egészen 3 mérföldnyire.
Ezt a hangot ismerem. Ez Sirkán hangja. A sakál kivételesen igazat beszél. Hogy érted azt, hogy kivételesen? A tigris elvétette a zsákmányát, és ehelyett a favágók tábortűzébe érkezett. Az az ügyetlen Sirkán. Ezen túl nem csak az egyik lábára fog sántítani, legalábbis egy ideig. Haragos lesz a saját ügyetlensége miatt. Egy sánta és haragos tigrissel nem ajánlatos packázni. Gyertek, fiacskáim, menjünk be a barlangba egy időre. Nem lehetne meggyőzni Sirkánt, hogy menjen vissza a saját területén. Kétlen, farkas barátom. Tudod, hogy Sirkán ádáz és büszke vadállat. Semmit se szeret jobban a bajkeverésnél. Psz, valaki jön. Hallottad? Túl kicsi zajtcsap ahhoz, hogy tigris legyen. Bárki legyen is, meg kell védenem tőle a családomat. Kölyök. Egy ember kölyök. Hát nagyon úgy néz ki. Nézzétek, milyen bátor. Egy bátor kis csupasz béka. Nevezzük úgy. Maugli, a béka. Hogy érted azt, hogy nevezzük? Ez ember kölyök, nem farkas kölyök. Nem a te kölyköd. Nem, de vár! Úgy tűnik, azt hiszi, hogy az enyém. Miért ne fogadhatnám be? Valóban bátor. Van olyan bátor, mint bármelyik farkas. Nézzétek, milyen kicsi és csupasz. Egyetlen ütéssel elvehetném az életét, de egy cseppet sem fél tőlem. Az én békafiam bátor, mint egy farkas. Kis Maugli. Valakinek fel kell nevelnie. De befogadni egy emberkölyköt? Csak bajt hoz a fejetekre. Az anya farkas beszélt. Ha bajt hoz a fejünkre azzal, hogy befogadjuk, akkor azt hiszem, meg kell találnunk a módját, hogy elhárítsuk. Különben is. Miféle bajt hozhat a fejünkre egy ilyen kis béka? Sirkán, váratlan látogatásod nagy megtiszteltetés számunkra. Mit akarsz tőlünk? A zsákmányomat. Járt itt egy emberkölyök, akinek elkergettem a szüleit. Most már az enyém. Adjátok ide! Ez a farkasok földje, tigris. Nekünk csak Akela parancsol, a falka vezére. Nem pedig valami gyáva, csíkos embervadász. Az emberkölyök most már a miénk. Túl messze merészkedtél be a barlangunkba, perzsatlábú vadállat, távozz! Mielőtt benszorulsz a bejáratban! Itt kell feküdnöm, beékelődve a barlangotba, hogy kutyák kölykéről vitatkozzam veled! Add ide a zsákmányomat! Én vagyok a Sirkán, aki szól! És én vagyok az anyafarkas, aki válaszol! Az emberkölyök az enyém, Sirkán! Most már hozzánk tartozik! A falkában fog élni, és egy nap, amikor maga mögött hagyja gyermekkorát, ő lesz az! Ó, gyáva csupasz kölyök vadász, aki vadászni fog rád! Most menj, te dzsungel megégett vadja, vagy még annál is sántábban botorkálhatsz vissza az anyádhoz, mint amilyen most vagy! Hallottad, asszonyomat, Sirkán? Az ember kölyök a miénk, távozz! Várjátok csak meg, mit szól a falka, hogy egy ember kölykét fogadtátok be! Be kell tartanotok a falka törvényeit, és egyet fognak érteni, hogy a kölyök az enyém. Végül pedig, ha akarom, rabszolgámmá teszem, vagy felfalom, vagy azt csinálok vele, amit akarok. Örüljetek neki, amíg lehet, ti kutyafarkú tolvajok. Azért volt némi igazság Sirkán szavaiban. A kölyköt meg kell mutatnunk a falkának. Így is meg akarod tartani? Megtartani? Csupaszon, egyedül, de félelem nélkül jött ide. Az a sántahentes megölte volna. Bosszúszomjas emberek hadát szabadítva a dzsungelra.
Hogy megtartom-e? Persze, hogy megtartom. Akkor a következő tanácsülésen megmutatjuk a falkának, és meglátjuk, mi lesz a sorsa a kis Maulinak. Látod, hogy milyen jól beilleszkedett Maugli? Alig néhány nap alatt. Okos gyermek, hidd el nekem. Igen, az. És nem csak bátor, erős is. Nekem kell, hogy adja Akela a gyermeket. Ő az enyém. Én raboltam el a bozottból, és én fogyasztom el vacsorára. Nincs abban semmi hiba, hogy magadnak követel egy sirkán, de Akela nem egyedül fogja meghozni a döntését. Lehet, hogy a vacsorát kissé könnyebb lesz a tervezetnél. Minden esetre igazad van, mindig igazad van, ó, nagy harcos! Ideje megismerni az újszülött kölyköket, megtekinteni a jövő nemzedékét. A gyűlést ezennel megnyitom. Hadd lássa a falka a fiatalokat, nézzétek meg őket, ó farkasok! Nézzétek meg őket, és válasszatok! Az az ember kölyök, aki a sort zárja, az enyém! Adjátok ide! Senki nem szól, nem jelentkezik érte, tehát az enyém! Nincs jogod beleszólni a tanács gyűlésébe, sirkán! Jól tudod, és ismered a dzsungel törvényét. Nagyon is jól ismered. Ki jelentkezik a kölyökért? Ha senki nem jelentkezik Maugliért, megvédem az életem árán is. Nyugodj meg, asszony! Tudod, hogy a szüleim kívül két másiknak kell jelentkezni érte, különben magam választanám. Ez a törvény, és engedelmeskednünk kell. Akela! Nem tartozom a falkához, de mivel én tanítottam a kölyköket, jogom van szavazni. Senkinek sem ártunk azzal, ha befogadunk egy emberkölyköt. Úgy hallottam, nagyon okosak. Hadd maradjon közöttünk a falkában. Magam akarom tanítani. Balú, te ostoba medve! Hogy mersz szólni a zsákmányomért? Nyugodj meg, nagyságos uram! Kettőnek kell beszélni a csupasz érdekében. Ez idáig még csak egy szavazatot kapott. Van még valaki, aki szót emel a kölyökért? Ó, igen, nemes farkas falka. Nem tartozom a fajtátokhoz, de engedélyt kérek, hogy szabadon szólhassak a tanács gyűlésén. Beszélj, Bagira! Szavaidat örömmel hallgatjuk. Szégyen lenne megölni egy emberkölyköt. Balu már szót emelt az érdekében. Én most felajánlok nektek egy bivajt, egy jó kövéret. Nem rég ejtettem el innen úgy fél mérföldnyire. Persze, ha befogadjátok a falkába az emberkölyköt a törvény szerint. Mi a válaszotok? Döntött a tanács. A csupasz emberkölyök együtt élhet és vadászhat a falkával. Maugli! Nem tudom, miért döntöttetek úgy, hogy befogadjátok az ember kölykét. De a törvény az törvény, és be kell tartanom. De esküszöm a bivajra, ami megmentette, hogy eljön a nap, amikor Maugli a béka az enyém lesz. Csak az enyém. És amikor eljön ez a nap, vadászni fogok rá, és megölöm, ahogy azt a csupasz kölykökkel szokás. Majd meglátjuk, hogy ki vadászik kire, sirkán. Majd meglátjuk. Figyelj! Maugli most megmutatja, hogy mire tanítottam. Hogy kell megkülönböztetni a holtfát az élőtől. Kezdheted, kis béka! Ez itt rothat. Nem biztonságos rálépni. Thank you.
sávon fut, mint a szél. Nem érhet utol senki fia. Szabad vagyok. A rengeteg vár, meddig nem tudom, ez az otthonom. Itt élni és létezni élvezet, megad mindent, ami kell, s amit csak lehet. Becsüld meg és szeresd őt úgy, mint én, én velem a dzsungel mélyén. Oly ismerős egy táj, minden zuga, a sok-sok rejtek hely, végtelen hona. Nem kell sohasem semmitől tartanom, ez az otthonom. Élni és létezni élvezet, megad mindent, amit kell, s amit csak lehet. Becsüld meg és szeresd őt úgy, mint én, én velem a dzsungel mélyén. Ember, állat, s természet barátságban él, nem tudnám már itt hagyni, s nem is szeretném. Itt élni és létezni élvezet, megad mindent, ami kell, s amit csak lehet. Becsüld meg és szeresd őt úgy, mint én velem a dzsungel mélyén. És hogy fut, akár egy fürge gazella. És úgy röpköd a fákon, mint a banderlog majmok. Reméljük, nem tanul meg úgy rosszalkodni, ahogy azok a majmok tudnak. Ó, túl nagy zajcsap. Nem tudom rávenni, hogy egy kicsit halkabban járjon a dzsungelban. Meg fogja tanulni, Balú, te jó tanító vagy. Meg fogja tanulni. Meg kell mondjam Bagheera, hogy ő a legjobb, akit eddig tanítottam. Gyorsan tanul, és semmit sem felel. Hol eltűnhetett? Búúú! Jól van, kicsi Maugli. Halljuk oroszlán testvéreink jelszavát. Ami azt jelenti, hogy... Te meg én egy vérből vagyunk. Nagyon jó. És most halljam a kígyók jelszavát. Helyes. Most a madarakét. Te meg én egy vérből vagyunk. Miért kergeted el mindig a majmokat? Szeretem őket, mulatságosak. Nem szabad a banderlog majmokkal barátkoznod, kis testvérem. A dzsungel lakói számára ez tilos. De miért? A banderlogok alattomosak, tolvajok és hazugok, Maugli. Törzseiket nem szabályozzák törvények. A majmok azzal kérkednek, hogy ők a legokosabbak a dzsungelban. De a fecsegésük üres, a dicsekvésük alaptalan. De szeretem őket, és ők is szeretnek engem. Bagheerának igaza van, Maugli. A banderlog majmok a legalattomosabb, legrossz indulatú kis szörmokok a dzsungelban. Nem szabad barátkoznod velük. Mit értettél azon, hogy szeretnek? Ne talán szóba álltál velük? Hát, csak egyszer vagy kétszer. De miért ne beszélgethetnék velük? Nem minden állat a testvérem a dzsungelban? A banderlogok nem a dzsungel lakói, Maugli. Ők a dzsungel felszíne felett élnek, a fákon. És számodra tilos barátkozni velük. De akkor sem értem! Egyáltalán nem értem! Ah!
azok, akik semmire kellők. Nem ajánlom, hogy bántsák a kis barátomat, mert ha igen, akkor... Hagyd ezt abba, Balu! Mit szólna a dzsungel, ha én, a fekete párduc, így keringenék és siránkoznék, mint egy tarajos sül? Érdekel is engem, hogy mit szól a dzsungel. Azok a tolvajok elrabolták Maglit, lehet, hogy már meg is ölték. Nem, Balu, jól megtanítottad. Maugli tud magára vigyázni. És most keressünk egy szövetségest, aki segít megmenteni. Szövetségest? Meg kell keresnünk Kát, az óriás kígyót. Kitűnő ötlet. Ő az, akitől legjobban félnek a majmok. Jó okuk van rá, de mi lesz, ha Ká nem segít? Segíteni fog, ha szépen csöndbe maradsz és hagyod, hogy beszéljek. Azt akarod mondani, hogy túl sokat beszélek? Azt akarod mondani? Mert ha igen, Bagheera, tiltakozom ez ellen a vád ellen. Tudom, hogy kell tartani a számod. Ó, szegény Maugli, miért hagytam, hogy elrabolják? Miért nem tudtam megvédeni? Ott van, szerencsénk van. Ká, éhesnek látsz. Maradj csöndben, Balu, és hagyd, hogy én beszéljek. Már megint kezded? Azt állítod, hogy sokat beszélek én? Na jó, jól van, te leszel, aki beszél, jó? Üdv néked, Ká! Üdv néked is, Bagheera! Mi szél hozott benneteket ide a kígyók földjére? Egyik kis testvérünket, Mauglit keressük. Az emberkőköt. Elég gyakran álmodom róla. Ha nem lenne a farkas csorda barátja, már régen felfaltam volna. Balu, a kígyóknak már csak ilyen a humoruk. Nyugodj meg. És hol van a testvéred, Bagheera, hogy ilyen messze elmerészkedtél a területedről? Elrabolták a banderlog majmok. Azok az átkozott majmok. Hazugok és alattomosak egytől egyig. Nem tisztelik kellőképpen a dzsungel vadállatait. Hallottam, hogy csúfneveket ragasztottak rám azok a senki. Lábatlan, sárga csúszó mászok. Minek neveztél? Nem én, Ká, hanem a majmok, amikor megmondtam nekik, hogy segítesz megbosszulni testvérünk elrablását. Ezt mondták rám? És azt is, hogy lassú, kövér, lábatlan hernyó. Előbb megfojtom, aztán felfalom őket. Kérlek benneteket, könyörgök, induljunk már is. Már két hete, hogy nem ettem, és jól esne egy kis majomhús. Bagheera! Balu! Már mindenütt kerestelek benneteket. Híreket hoztam Maugliról. Maugli? Nem esett baja? Eddig még nem, de a majomnőség a hideg odú felé viszi, és ki tudja, hogy ott nem történik-e baja. Most legalább tudjuk, hogy merre van a zsákmányunk. Induljunk hát! Köszönjük az üzenetet, Csill. Ez a legkevesebb. Ismeri a jelszavunkat. Meglepő egy emberkölyöktől. Hallottad ezt? Használta a jelszót. Ugye mondtam Bagheera, hogy nem lesz semmi baja. Ez teszi, ha az emberi út tanító kezébe kerül. Induljunk, mielőtt még nem lesz késő. Együtt megyünk, vagy egyedül kell utaznom? Balu, mi gyorsabban tudunk haladni, mint te. Csatlakozz, amilyen gyorsan csak tudsz. Használta a jelszavunkat. Milyen eszes gyerek? Visszavinni? Te vagy a legnagyobb főnyeremény. Soha többi nem viszünk vissza. Akkor pedig védjétek meg magatokat! Mulatságos kis béka vagy. Igaza volt Balunak és Bagheerának. Bolondok vagytok mindannyian. Igen, igen. Így igaz, bolondok vagyunk. Te pedig nagy bajban vagy. Tegyétek a kígyójukba, hadd tanuljon jó modort. Ha lesz rá elég ideje. Halál azokra, akik elrabolják a falka tagjait!
egyedül van! A párduc egyedül jött! Túlerőben vagyunk! Egyvérből valók vagyunk! Azt mondtam, egyvérből! Bogira! Rajta, Banderlog testvéreim! Üljétek meg a betolakodókat! Bogira, Balú, vigyázzatok! Igen, Bagira, Balú, vigyázzatok! Le ne késsétek a halálotokat! Ká, a nap megmentője! Csönd legyen, Balú! Megtöröd a kígyó igézetét! Mit csinál velük, Ká? Olyasmit, amiről jobb, ha egy kölyök nem tud. És most kit neveztetek lábatlan sárga hernyónak? A Kela már öreg és gyenge. Miért hagyjátok, hogy vezessen benneteket? Megérdemeltek egy bátor és erős vezért. Egy olyat, amilyen én vagyok. Akela valóban öreg és gyenge, de te nem vagy farkas, itt nincsenek jogaid. Értem. Tehát inkább egy gerinctelen vezért követtek, aki megengedte, hogy egy ember kölyök éljen köztetek testvéretekként? Maugli ellen semmit sem tehetünk. Velünk él és vadászik. Hát adjátok nekem. Majd én gondoskodom róla, hogy ne éljen és vadásszon veletek többé. Hát itt vagy, kis testvérem. Szervusz, Bagira! Jó vadászatot! Ha vadászatra kerül a sor, nem én, hanem Sírkán az, aki pusztítani akar Maugli. Sírkán? Megint visszatért az a hitszegő? Nem csak, hogy visszatért, de ellened fordítja az ifjú farkasokat, és persze Akela ellen is. Nem kell félned, Bagira. A farkasok nem fordulnak Akela ellen. Amíg ő a vezetőjük, nem. Hát éppen ez az, kicsim. Akela megöregedett. Hamarosan elszalasztja a zsákmányt, amit megtámadott. Akkor már nem lesz többé vezér. Ne aggódj, Bagira. Lehet, hogy Akela öreg, de még mindig erős. De ha mégis elszalasztja a zsákmányt, a falka vezető nélkül marad. Akkor jön el Sírkán ideje, hogy támadjon. Fel kell készülnöd arra a napra. Felkészülni? Hogyan? El kell menned az ember falujába. Az ember falujába? De hisz az tilos. Csak a dzsungel teremtményei számára tilos, de te emberkölyök vagy. Észrevétlenül jöhetsz, mehetsz. De mit csináljak ott? Láttad az edényeiket, amikből a vörös forróság jön? Vedd el az egyik edényt, töltsd meg parázsol és hozd ide gyorsan. Itt fogok várni rád. De... Menj! Nem marad sok időnk! Csak azt remélem, hogy elég ez az idő. Ezek az emberek. Megijednek egy ilyen kis kölyöktől. Hol marad ilyen sokáig? Lehet, hogy elfogták. Nem kellett volna egyedül oda küldenem. Bagira, megvan! Riadnak látlak, testvér. Mi a baj? Ó, semmi, kicsi béka. Gyorsan, neked még nagyon sokat kell tanulnod.
ezzel óvatosan kell bánni, Maugli. Ha nem vigyázol rá, könnyen kicsúszhat a kezedből. Igen, Bagira, értem. Ugyanakkor a leghatalmasabb fegyver. Használt bölcsen és jó szolgálatot tesz neked. Elégedett arckifejezésed csak egy dologra enged következtetni. Jól gondolod, bölcs Bagira. A Kela elszalasztotta a zsákmányt. Mostantól nem ő a falka vezére. Mauglinak pedig meg kell jelennie a tanácssziklánál. Farkas testvéreink alig várják, hogy kizárják a falkából. Sirkán végre megkapja jutalmát a türelmes várakozásért. Emlékszel az új fegyveredre? Most használd. Ez pedig a te jutalmat, sakál, azért, mert a gonosz sirkán szolgálod! Nem értem, mi ez, Bagira. A farkasok a testvéreim. Csak én tudom kihúzni a tüskét a mancsukból. Miért akarnának kizárni? Nézz a szemembe, Maugli. Látod, ezért, kis testvérem. A többiek gyűlölnek, mert tekinteted nem találkozhat az övékkel. Gyűlölnek, mert bölcs vagy, mert ki tudod húzni a tüskét a mancsukból. Gyűlölnek, mert ember vagy. Nem tehetek róla, hogy az vagyok. Gyere, kis testvérem, menjünk a sziklához, és hozd magaddal a tüzes edényt. Akela elszalasztotta a zsákmányt. Csalás történt, te is nagyon jól tudod. Nem az az érdekes, hogy miért. A lényeg, hogy elszalasztottad. Nem lehetsz többé vezér. Testvéreim, és azok a sakálok, akik Sirkán követői lettek. 12 éve vagyok a falka vezére. Elszalasztottam a zsákmányomat, ezért jogotok van megölni. Kit illet a megtiszteltetés, hogy megölje Akelát? Miért törődtök egy ilyen fogatlan vén kutyával, mint Akela? Úgyis hamarosan vége az életének. Az emberkölyök az, aki túl sokáig él. Ott van az emberkölyök. Nem tartozik közétek. Adjátok nekem! Jogom van hozzá! Közöttetek nevelkedett. Közöttetek vadászott. Nem szegte meg a dzsungel törvényét. Most mégis megölnétek? És én egy bivajjal fizettem érte 10 évvel ezelőtt. Az a bivaj 10 éve nincs már. Mit érdekelnek minket a 10 éves csontok? A kölyök ember, el kell pusztítani. Elég! Nem akarom tovább hallgatni ezt az ostobaságot. Elég gyakran mondtad már, hogy ember vagyok. Hát figyeljetek az emberre, kutyák! Figyeljetek rám! Azt mondjátok, ember vagyok? Akkor lapuljatok meg előttem! Nem vagytok többé a testvéreim! 2 lábon állok, miközben ti 4-en csúsztok, másztok! Én húztam ki a tüskét szánalmas mancsotokból! Vissza, ti szánalmas korcsok! Maugli az ember parancsolja ezt nektek! És engedelmeskednetek kell, mint egy kutyának! Ott szalad bátor vezéretek! És ami engem illet, boldogan itt hagylak benneteket! Végig hazudtátok, hogy testvéreim vagytok! Gyűlölök benneteket! Nem akarom itt hagyni a dzsungelt, de nem maradhatok! Ez meg mi, anyám? Haldoklom! Ne félj, fiam! Nem fogsz meghalni! Ezek csak könnyek. Az állatok nem sírnak, de te ember vagy. Hagyd, hogy potyogjanak a könnyeid, kis Maugli. És ha befejezted, el kell menned, hogy a saját fajtáddal élj. Emberek között kell élned ezután. Itt volt. A semmiből bukkant elő. Az egyik pillanatban ott volt, a másikban pedig itt. A gyermek minden bizonnyal elaludt és rosszat álmodott. Nem aludtam el. Tényleg egy fiú volt, mondom. Egy mezítelen fiú a dzsungelból. Tessék, ott van, látjátok? Mit mondtam? Vajon mit akar? Azt hiszem éhes. Ah,
a fiút! Ugyanolyan idős lehet, mint Messu a fia, aki 10 évvel ezelőtt ragadott el egy tigris. Lehetséges. Lehet, hogy amit a dzsungel elvett, a dzsungel most visszaadja nekünk. Igen. Ő a fiam, aki visszatért hozzám. Ó, kisfiam, kisfiam. Csésze. Ez egy csésze. Csésze. Okos vagy, kisfiam. Kenyér. Kenyér! Ágy. Feküdj le. Aludj szépen. Aludj, aludj! Hova mész, kisfiam? Aludni! Nem várhatom el tőle, hogy egy nap alatt civilizált ember váljon belőle. Ha kényelmesebb neki odakint aludni, hát aludjon ott. Jó éjszakát, fiam. Isten hozott itthon. Itthon. Az örök létben mindig hittem, hogy új nap tegnapot követ. És éreztem az, hogy a jövendő a múltban benne lehet. De itt ez a hely, oly ismeretlen, távol a megszokott jó. Nem tudni, mit hoz a sorsom, s ki tudja, miért maradom. Hova tartozom? Hol az otthonom? Egy kedves arcra hol találok, hogy úgy érezzem, otthon járok. Ki társam jóban, rosszban, és mellém áll, ha baj van. Hol van, hol az otthonom? Úgy kell valaki, aki hisz bennem, és érti, hogy mi, miért kell tennem. Aki elfogad, aki megszeret, és megnyitja fájó szívemet. Hova tartozom? Hol az otthonom? Egy kedves arcra hol találok, hogy úgy érezzem, otthon járok. Ki társam jóban, rosszban, és mellém áll, ha baj van. Hol van, hol az otthonom? Ne, Mauli, ne! Nem segíthetsz a parasztlánynak. Nem segíthetek? Miért? Mert ez a lány rangban alattad áll. Parasztlány! Te a falu urának vagy a fia. Valamit nem értek. Ha itt van mellettem, akkor hogyan lehet, hogy alattam áll? Mert így van és kész. Lehet, hogy így volt, amíg Mauli nem jött. De most másképp van. A dzsungel legkegyetlenebb vadállat a sírkán. A hatalmas tigris. Valójában egy szellem, aki a vadállat testében lakozik. Sántának mutatja magát, hogy magához csalogassa a gyanútlan halandót. Butaságokat beszélsz. Micsoda? Hogy merészelsz kételkedni bennem, vadember? Nem akartam tiszteletlen lenni, de megnevettettél. Sírkán nem szellem. Azért sánta, mert buta, és mindig belelép a csapdákba, amit a maga fajták állítottak. Aj, Mauli, Mauli, mikor tanulsz egy kis tiszteletet? Nem beszélhetsz velem ilyen hangon. Kicsit későn szóltál, öreg. Már megtettem. Alkalmatlan vagy rá, hogy együtt élj a falu népével.
Mostantól fogva a marhákat fogod őrizni. A mezőn senkit nem zavar a sértegetedőket. Nekem jó. Csak marha testvérem, lakomász ebből a finom fűből. Testvérem! Szürke farkas, testvérem! Annyira hiányoztál. Hogy van apánk és anyánk? És a többi testvérem, hogy megy a sorotok? Nekünk jól megy a sorunk, kis testvérem, de attól tartok, hogy a tiéd nem valami jó. Ó, azért annyira nem rossz az emberek között élni. Nem az emberekről beszélek, Maugli. Sírkáról. Napok óta körülötte dólálkodik. A szakadéknál várja, hogy megtámadhasson, amikor hazafelé tartasz a marhákkal. Igaz ez? Így igaz. Figyelmeztetni akartalak. De ha Sírkán vár rám, miért okozzak neki csalódást? Van valami terved? Kezd kialakulni. Figyelj! Alig egy óra múlva felfalom a vacsorát, amire több mint 10 évet kellett várnom, hogy megkóstoljam. Ugye megmondtam, hogy egy nap Maugli fog vadászni Sírkánra. Megmondtad, asszony. Még soha egyik fiamra se voltam ilyen büszke. A legjobb tanítványom volt. És most, farkas falka, jól nézzétek meg, ki győzte le Sírkánt. Üdvözöljük ismét magunk között Maugli testvérünket, és könyörögünk, hogy bocsássa meg ostobaságainkat. Legyen ő a vezér! Maugli vezessen bennünket! Sok idő eltelt azóta, hogy elfordultatok Akelától. Azóta sem választottatok vezért. De nem engem illet a vezér dicsősége. Farkasok vagytok, én pedig ember. A farkasok vezére legyen farkas! Ha elfogadja, legyen a vezéretek ismét Akela! 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 Igen, testvéreim! Vállalom, hogy ismét vezetlek benneteket. Most, hogy Sírkán halott, talán békében élhetünk a dzsungel minden teremtményével. Nagy lelkűséged és méltóságod jól beszélt a falka előtt, Maugli. És bölcsebb vagy, mint néhány évvel ezelőtt. Tudod, úgy érzem, valami megváltozott benned, mióta a saját fajtád között élsz. Mondd, itt tudnál maradni, és farkas testvéreid között élni, mint egy koron. De hát hova megy most Maugli? Nem marad közöttünk, hogy velünk éljen? Nem szabad elfelejteni, kis farkas, hogy Mauglit kizárták a falkából. Könnyű volt a visszatérés, de a megbocsátás néha több időt vesz igénybe.
Rendezte Toshiyuki Hiruma Takashi. Magyar hangok: Polgár Péter, Csúlya Imre, Orosz István, Bókai Mária, Volmut István, Busz Gyula, Varga Tamás, Pataki Imre, Szabó Otto, Sorányi Imre, Bognár Zsolt, Keszthelyi Melinda, Bursi Katalin. Ének Pintácsi Viktória és Sági Kálmán. Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkron a Premier International megbízásából a Szinkron stúdióban készült. Producer Csaba László. Oroszlán és pártucó, a vadon még én farkas, kejfer rád vár most a dzsungel. A dzsungel, röngel, csóra, szép sídál. Minden nap.